Hová tűnt a pécsi sportért felelős, polgármesteri biztosként tevékenykedő Török Ottó? Ezt a kérdést is fel akarja tenni a pécsi közgyűlés keddi ülésén az ÖPK-DNP képviselője. Berényi Zoltán azt mondta, hogy hiába várták a kommunális bizottságra, nem jelent meg a biztos. De a sportbizottság sem tudta meghallgatni, hogy milyen tevékenységet folytatott az elmúlt hónapokban. A Momentum kérése volt még annó, hogy közgyűlés előtt számoljon be Török Ottó negyedévente. Ezt most már ők nem tartják fontosnak, amióta újból visszaültek, vagyis nem ültek vissza, de nem jelent meg a bizottsággyűlésen, illetve a Népjóléti Sportbizottsággyűlését már össze se tudták hívni, tekintettel arra, hogy a városvezető 4 főből csak 1 jelent meg. Ma van újból egy rendkívüli Népjóléti Sportbizottsággyűlés, hát nem tudom, hogy így harmadszorra talán havi 1,1 milliós díjazásért lejön-e Pécsre Török Ottó. A képviselő azt mondja, korábban írásban egy 3 oldalas jelentésben írja le, milyen feladatokat végzett. Azonban ebben olyasmi szerepel, ami nem hozzá köthető. Az Abay Nemes Oszkár sportuszodának a 33 millió kormányzati támogatását is magának vindikálja, holott az az olimpikonok és a sport tehetségek úszását biztosítandó kifejezetten ebből a címkézett pénzből kormányzati támogatás. Ehhez képviselő társam, aki a PSN nél avatottabb Hári József, ma volt frakcióülésünk, elmondása szerint semmi köze nincs a biztos úrnak. December 6-án tartják az ez évi utolsó rendes közgyűlést a pécsi városházán. Itt a biztosról és más ügyekről is kérdezi majd a baloldali városvezetést Berényi Zoltán.